Nagyon sikeres, de nagyon fárasztó évadon van túl a Győri Balett, mondta el az évadzáró társulati ülésen Kis János. A táncosok nem csak a hazai színpadokat hódították meg. Jártak Németországban, Ausztriában, Olaszországban, Szlovéniában és Oroszországban is. Összesen 80 előadásuk volt. Nagyon szép bemutatóink voltak, nagyon értékes bemutató volt a Szent Iván éjálom. Én úgy érzem, hogy a közönség nagyon-nagyon szerette és kedvelte, kitűnő alakítások születtek meg. És amire nagyon büszke vagyok, az pedig az a műhely munka, amit Velekei László vezet, ez a Fiatalok a Fiatalokért program sorozat következő állomása, ez pedig a Vaskakas. Több táncművész munkáját ismerték el díjakkal, így Strök Barbarájét is. Őt örökös tagjai közé választotta a Győri Balett. Azt gondolom, hogy ez az utánam jövőknek, és egy példamutatást kell, egy tartást kell továbbra is közvetítenem feléjük, hogy hát ők is majd esetleg későbbiekben elérjék ezt a kimagasló kitüntetést, ami most engem ért. Simó Róbert Balázs alpolgármester hangsúlyozta, a város továbbra is minden támogatást megad a Győri Balettnek. Országgyűlési képviselőként pedig egyik célja az, hogy 2018-ig teljesen felújítsák a Győri Színházat. Ez több milliárd forintos központi forrást igényel, és hát ugye két társulatnak a színhelye ez, hiszen a Győri Nemzeti Színház mellett a Győri Balett is itt működik, és mindenképpen időszerű a felújítás. Többek között ezért is kívánunk, tehát az infrastrukturális fejlesztésen is dolgozunk, kívánunk tevékenykedni a következő időszakban. Bár az évadnak már vége, a társulat még nem pihenhet. A július 4-én kezdődő szegedi szabadtéri játékok nyitó előadása ugyanis a Zorba a görög lesz.